2017 óta lepik meg a hölgyeket a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Ez idén sem lesz másként. Március 4-én az intézményben többek között termékbemutatóval, szépségtanácsadással és különböző workshopokkal is készülnek a szervezők. Este egy nőnapi bállal, egy hatalmas mulatsággal készülünk, ahol a Bravo zenekar biztosítja a talpolávalót, illetve sztárvendégként meghívtuk Szabó Ádám harmonika virtuózt, úgyhogy ez lesz a ráadás a buliban. Illetve egy héttel később, majd március 10-én pénteken is várjuk egy bulival az érdeklődőket a Placifiségi Közösségi Téren, Ladies Night Retro Party, ahol DJ Dominik lesz a sztárfelépő, illetve meglepetés vendégek a Mad Dancers táncosaival is várhatók majd valamikor az est folyamán. Mindezek mellett a Szekszárdi Mentál Higiénés műhelynek köszönhetően különböző szűréseken, méréseken és tanácsadásokon is részt vehetnek majd az érdeklődők. A nap folyamán olyan izgalmas foglalkozásokat ismerhettek meg és próbálhatnak ki, mint a hangfürdő, a pilates vagy az élettánc, és természetesen előadásokból sem lesz hiány. Ilyen kiemelt témák most a várandóság és a kisgyermekkor, a szülés utáni időszaka a lányoknak, illetve nőknek, bízunk benne, hogy igen, asszonyoknak. Mindenképpen szeretnénk ennek a korszaknak, ennek az életciklusnak a megsegítésében jelen lenni. De szó lesz a változó korról, az egészséges táplálkozásról, fogyókúráról, az önbizalomról és arról is, hogy miért nem értik meg a férfiak a nőket. A hölgyek azonban március 8-án sem maradnak program nélkül, ugyanis 18 órakor Női Vonalak címmel tart előadást Liptai Klaudia, műsorvezető színésznő.